Ami érdekes, hogy ha becsukom, akkor ugye a Surface elalszik. Ez úgy működik, hogy van egy gyorsulásmérő billentyűzetben, és amikor a gyorsulásmérő azt mondja, hogy ugyanabban a síkban áll a földhöz képest, mint maga a Surface, akkor be van csukva. És ugye ezzel a gyorsulásmérővel, ha szabad kérnem még itt a kameramozgatást, mert a jelenlévők látják, de a többiek nem. Ugye ez a gyorsulásmérővel lehet elérni azt is, hogy én ezt itt szépen leteszem az asztalra. De amikor éppen nem akarok gépelni, akkor egy ilyen laza mozdulattal azt a hátra teszem. És akkor ilyenkor a billentyűzet ki van kapcsolva. Ha becsukom, akkor egy tablet formája van az egésznek. Ha akarom, nem is kell levenni róla a billentyűzetet, de ha nagyon le akarom venni, akkor persze leveletem. És visszamegy. Az előbb beszéltem arról, hogy ez a touch ez mennyire forradalmi, meg mennyire újdonság lesz, és hogy miért tartom ezt annak. Itt van a szegény PowerPoint, most nem tud magával mit kezdeni, hogy kihúztuk el a dolgokat. Na, csak sikerült. Itt van a Windows 8 UI. Ha én egérrel akarom mondjuk a Wi-Fi-t bekapcsolni, vagy átváltani egy másik Wi-Fi-re, akkor az úgy néz ki, hogy egérrel elmegyek ide a sarokba, megnyomom, hogy Settings, megnyomom, hogy Wi-Fi, kiválasztom az egyiket, stb. Ugyanez touch-sal egy mozdulat, két mozdulat, három mozdulat, legalább háromszor gyorsan, de most nem stoppereztem. Ez a plusz kényelem, amit a touch ad, ez pont az, ami én legjobban talán a telefon, a vonalas telefon és a mobiltelefon csatájához tudok hasonlítani. Kinek van vonalas telefonja? Szemmel látható kisebbség, ugye? Azt szokták mondani. Ki az, aki használja is? Használja. Ugye? Én azt vettem észre magamon, hogy amikor megjelentek a mobiltelefonok, és mondjuk egy picit emészhető árkategóriába került a perzdé, akkor egyszerűen nem használtam tovább a vonalast. Mert a vonalas telefont az ember úgy használja, most azoknak mondom, akik ugye jelentkeztek, hogy az MC Hammerről még nem hallottak. A vonalas telefont az ember úgy használja, hogy fogja a kis telefonkönyvet, amivel ugye kézzel beírta a Juliskának a számát, felhívja egy ilyen tárcsázós mozdulattal, esetleg gomnyomós mozdulattal, túloldalt kicsörök, kiveszi fel Juliska anyukája, akivel nagyon nem akartál beszélni. Jaj, lejöhet a Juliska játszótérre? Szóval ez ma már a mobil korában nem így működik, hanem azt mondom neki, hogy cool Juliska, vagy azt mondom neki, hogy oké, meg kikeresem a négyjegyzékből, és felhívom, és őt fogom felhívni. És ez az a kényelmi faktor, ami miatt sokkal magasabb perzdíjat is hajlandók vagyunk fizetni a mobiltelefonért. És én úgy gondolom, hogy pontosan ez a jellegű kényelmi faktor az, ami miatt a hagyományos desktop gépek, nem mondom, hogy halálra vannak ítélve, de azoknak, akik effektív nem végeznek olyan alkotó tevékenységet, mint például programozás, vagy CAD alkalmazások használata, stb., azoknak az már nem kell. Itt van ez a kis Surface, így játszok vele, így dolgozok vele. Minden oké. Mondtam, hogy túl fogom nézni az időt. Már 20 el? Oké. Erről megint. Na, multitouch. Tehát a Surface-en az a user interface van, amit egyébként a Windows Phone-on már talán találhattunk. Csempék vannak itt. Ezek a csempék, ezek élnek, ezek információt adnak a mögöttük levő alkalmazásról. Most én azt mondtam, hogy az ökoszisztémáról is beszélek. Én készítettem egy fényképet ezzel a telefonnal, még itt egész Overlevance elején, és ez a fénykép, ez természetesen felkerült a felhőbe, és ha minden jól megy, persze sose szokott minden jól menni, akkor itt a kamera rólban meg is látható egyből. Itt van az a fénykép, amit az elején készítettem, de jó, hogy nem most arra hagytam, mert már nem lenne minden idő.
De erre mondhatnám azt, hogy ha most éppen otthon lennék, itt lenne az, hogy Xbox, és az Xboxomra ezzel a két mozdulattal kitehettem volna. Not connected to the internet. Persze nem fog működni. Hát, most ez a nincs. De mondhatom azt is, hogy share, és mondhatom azt, hogy post it to Twitter, és akkor be fog jönni az egyik Twitter app, és akár olyan Twitter app is bejöhet, amit te magad írtál, és ez a kép fölkerül ezzel a mozdulattal a Twitterre. Nem kell elindítani a külön Twitter appot, abban megkeresni a képet, csak hogy minden közvetlenül felsorolom, csak megjelentem. Ez ugye a taskváltási gesztus. És azt akartam még igazából megmutatni, hogy amikor én erre az előadásra készültem, akkor én egy Microsoftos prezentációt fogtam meg, és azt tettem az egyik oldalra, most tegyünk úgy, mintha ez lenne az, és jegyzeteltem, hogy abból mire lesz nekem szükségem. És a másik oldalon pedig... Nos... Pont megjött. Igen, ez így most adja a vége és a demo time-nak, úgy látom. Oké. Most megadta magát, mert hát mikor adja meg magát, ha nem demózás közben szerintem. Úgyhogy biztosan az idő. Úgyhogy igazából azt akartam itt ezzel érzékeltetni, hogy az az infrastruktúra, amit a Microsoft ezek mögé, a dolgok mögé tesz, az, hogy ugyanazt a felhasználói élményt kapod, nyilván kicsit a form factor optimalizálva, a telefonon, a Surface-en, az Xbox-on, bármelyiket nézed, az egyiket ismered, akkor a többi is ismerős, és a többit is tudod használni. Az a stratégia, amivel a Microsoft ennek a következő világnak neki fog vágni.